Tisztelettel köszöntöm a 61. közgazdász Vándor gyűlés érdeklődő hallgatóit. Kolozsi Pál Péter vagyok, a Közgazdasági Társaság pénzügyi szakosztályának elnöke. Ennek a mai online rendezvénynek talán így mondhatjuk a házigazdája. Mai témánk a pénzügyi edukáció helyzete Magyarországon, és ennek az online rendezvénynek két része lesz. Az első egy előadás, a második pedig egy panelbeszélgetés. Fel is kérném Hergár Esztert, a pénziránytű alapítvány kuratórium elnökét, hogy tartsa meg bevezető előadását. Szeretettel köszöntöm a pénziránytű alapítvány nevében a közgazdász Vándor gyűlés nézőit, és előadásommal röviden szeretném bemutatni a Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Diákhitel Központ által alapított pénziránytű alapítvány tevékenységét, azt, hogy a korszerű módszerekkel hogyan próbáljuk meg a nevelést, pénzügyi nevelést elősegíteni, elsősorban az iskolákban. 9. éve van az, hogy tankönyveinkkel az általános és középiskolákban segítjük a pénzügyi nevelést. Ez azt jelenti, hogy 9. éve tanulhatnak általános iskolákban és középiskolákban alapvető és gyakorlatias pénzügyi és gazdasági ismereteket tankönyvekből. Van a kötelező rész, ez azt jelenti, hogy a matematika tantárgy, a környezetismeret tantárgy és történelem tantárgy keretén belül tudnak ilyen ismereteket szerezni a tanulók, illetve most az új tanévben az általános állampolgári ismeretek tankönyvben is van egy fejezet a pénzügyi ismeretekről. A pénzügyi és vállalkozói ismeretek a 10. technikumban is kötelezőek több éve, illetve vannak választható tankönyvek is, amelyek a mindennapi életben hasznosak, és ezeket az iskolák eldönthetik, hogy ezeket a tankönyveket rendelik-e vagy sem. A következő ábrán szeretném bemutatni azt, hogy a pénziránytű alapítványnak milyen fejlesztései, milyen tevékenységi köre van. Egyrészt vannak a digitális fejlesztéseink, ide tartoznak a digitálisan rendelhető tankönyveink, a továbbképzések, az applikációink, akkor van a tartalomfejlesztés, és ez a legfontosabb területünk, ide tartozik az összes tankönyvünk, összes munkafüzetünk, kiadványunk és a pénzhét tananyaga is. Az iskola hálózatunk adja a tevékenységünk alapját, hiszen több mint 500 iskolával, mint partnerrel rendelkezünk, általános és középiskolával egyaránt az egész országban. A tanár továbbképzéseink ugyanúgy, ahogy a tankönyveink akkreditáltak és ingyenesek, ezeken valamennyi olyan pedagógust várunk szeretettel, aki érdeklődik a pénzügyi és gazdasági ismeretek tanítása iránt. Végül pedig a tehetséggondozásban is igyekszünk kivenni a részünket, elsősorban a pályázataink és versenyeink kapcsán. Elsőként vezettük be Magyarországon akkreditált tankönyvként az úgynevezett kiterjesztett valóságot, amely még látványosabbá és befogadóbbá teszi a mindennapi pénzügyi információkat. Ez röviden annyit jelent, hogy az adott tankönyv egy-egy ábrája elé, téve az okos eszköz, például egy mobiltelefont, a tankönyv ábrája megjelenik, életre kel, és egy 2-3-4 perces oktató animációs film kerekedik az ábrából, és úgy látjuk, hogy a diákok ezáltal sokkal könnyebben, érdekesebbnek tartják, és így könnyebben el is sajátítják annak az adott ábrának az ismeretét. Az idei tanévet úgy kezdtük el, hogy az általános és középiskolások összesen 650 ezer példányban rendeltek a tananyagainkból, tankönyveinkből, ugyanakkor augusztus végén örömteli esemény volt számunkra, hogy még 50 ezer példányt rendeltek pluszban, úgyhogy összesen most az iskolákban 700 ezer kiadvány segíti a pénzügyi nevelést. Újdonság az idei tanévben, hogy az állampolgárok pénzügyei tematikus munkafüzetünk megjelent, ez az állampolgári ismeretek tananyagban szerepel, és a 8. és 12. évfolyamos diákok számára kötelező tananyag.
Ezekben a munkafüzetekben, illetve tananyagokban olyan példákat próbáltunk meg a diákok számára megmutatni, amelyekkel később, hogyha kilépnek a nagybetűs életbe, akkor biztosan fognak találkozni. Megismertetjük őket például az adózási formákkal, hogyan néznek ki az állampénzügyei, mire figyeljenek akkor, hogyha hitelt szeretnének felvenni, vagy hogyha befektetésekkel szeretnének gondolkozni. Tehát olyan példákat állítottunk össze, amelyekre bizonyosan szükségük lesz felnőttként. Az e-learning tananyagainkról néhány szót hadd ejtsek. Ugye eleve az összes tankönyvünk megjelenik digitális formában, és ezen felül a tanár továbbképzések anyagai is megjelennek e-learning formában. Tehát ezeket föl lehet használni tanórákon és szakkörökön. Illetve a pénzhét eseményen, amely ugye egy évben egyszer van, mi ott társszervezők vagyunk, és a pénzhét tananyagokat is e-learning tananyag formájában bemutatjuk. Az applikációinkról néhány szót, összesen 3 applikációnk van, amely az általános iskolásokat és középiskolásokat segíti. A pénzügyi hősképzőben, a feladatok megoldásán keresztül egyfajta hősöket képzünk, minél több feladatot tudnak megoldani, annál inkább tudnak előre menni a hős útján. Az Értem a pénzem a középiskolásoknak szól, és az alapvető pénzügyi ismeretekkel foglalkozik. A zöld iránytű applikációnkat pedig most újítottuk meg, ott az a cél, hogy azt ismertessük meg, hogy a mindennapok során hogyan tudnak a környezettudatosabb élet felé menni a fiatalok. Itt bemutatjuk ezen az ábrán a játékainkat, illetve van egy személyiségtesztünk is, gyermekek, diákok és felnőttek számára. Itt mindenki megnézheti azt, hogy ő milyen személyiségtípusba tartozik, és ez szerint milyen döntéseket célszerű meghozni, hogyan érdemes tájékozódnia. Több társas játékunk van különböző korosztályoknak. A legújabb társasjátékunk az Erdei Lakoma, amely alsó tagozatos általános iskolás korosztálynak szól. Iskola hálózatunkban több mint 500 iskola vesz részt, általános és középiskola. Ez azt jelenti, hogy ezek az iskolák nekünk jelezték, hogy a pénzügyi és gazdasági ismeretek kiemelten érdeklik őket, megrendezik a versenyeinket is, és az iskola hálózatunkból van 9 kiemelt iskola, az úgynevezett bázisiskola. Tehát itt ezen az ábrán próbáltam meg bemutatni azt, hogy hogyan épül fel az iskola hálózat, tehát egyrészt adottak az általános iskolák, onnan van a legtöbb partnerünk, a technikumok, a gimnáziumok, jelen vagyunk a kollégiumokban is, és a szakképző iskolákban. Országszerte összesen 9 helyen vagyunk jelen bázisiskolával. Ez azt jelenti, hogy az adott bázisiskolák nem csak a saját diákjaiknak tartanak meg tematikus órákat, hanem azt vállalják, hogy az adott vonzáskörzetben behoznak más iskolákból is tanulókat. Itt választható foglalkozások keretén belül tanulhatják a pénzügyi ismereteket a diákok, ezen felül a bázisiskolákban tanár továbbképzést is vállaltak. Hogyan épülnek fel a tananyagaink? Általános iskolában is és középiskolában is 3 alapvető lába van a tananyagainknak. Elsősorban a korszerű pénzkezelésre tanítjuk meg a diákokat, a feladatok és az ismeretanyag, a tananyag során, amivel a mindennapi életben találkoznak. A korszerű pénzkezelést követi a pénzügyi tervezés, és hogyan állítsanak össze egy költségvetést, valamint általános iskolásoknak és középiskolásoknak természetesen más-más szinten, de a pénzügyi intézményrendszert mutatjuk be, és az állam szerepét is ezen belül. Ingyenesek a tanár továbbképzéseink, azokat a tanárokat, akiket érdekel a pénzügyi ismeretek tanítása, vagy 10 órás, vagy 20 órás, vagy 40 órás képzés keretén belül várjuk.
valamennyi képzésünk akkreditált, és a szakképzésben tanulók osztályfőnökeit várjuk elsősorban, matematika tanárokat, de bármilyen tanárt, akit érdekel ez a téma. Választhatnak jelenléti oktatás és online képzés között, illetve van az úgynevezett blended képzésünk, amelynek egy részét online veszik igénybe, a másik részét pedig jelenléti képzésen belül. Kik a főbb partnereink a jelenleg futó programjaink során? A Belügyminisztérium gondoskodás politikai államtitkárságával van egy élő megállapodásunk. Itt azokra a tanulókra koncentrálunk, akik egy sérülékenyebb réteget alkotnak, és számukra állítottunk össze külön egy programot. Részt veszünk ezen kívül az Erste Bank pénzügyi patrónus programjában. Fontos az az együttműködés, amit a kormányhivatalokkal kötöttünk, hiszen a kormányhivatalokban várakozva futnak az oktató videóink, ez is egy forma arra, hogy átadjuk ezeket az ismereteket. Az oktatási hivatallal van élő együttműködésünk, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel és a Soproni Egyetemmel, rájuk a tananyag írásában számítunk elsősorban. A pénziránytű alapítvány számára igen fontos az, hogy folyamatosan visszamérjük a tevékenységünket. Jelenleg is folyik egy visszamérés. A bemeneti mérést már elvégeztük a 10. év folyamosoknál, arra vonatkozóan, hogy milyen pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek a diákok, és a tananyagainkból milyen hatékonysággal tudnak tanulni. A kimeneti mérésünk jövő év május-júniusában történik meg, és ez alapján tudjuk leszűrni, hogy mennyire hatékonyan tudták megtanulni a tananyagainkat. Végül pedig hagyd mondjak néhány szót arról, hogy a krédónkról, hogy a szórakoztatva oktatás hívei vagyunk, tehát arra szeretnénk koncentrálni, hogy az adott tananyagot, az adott ismeretanyagot minél inkább szórakoztatva, lebilincselően tudjuk átadni a diákoknak, hiszen az a tapasztalatunk, hogy ebben a formában tudják a megfelelő ismeretanyagot a leginkább és leghatékonyabban elsajátítani. Nagyon szépen köszönöm valamennyi résztvevőnek a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást! És ezen a gondolati íven folytassuk is a beszélgetést, amit az előadásban hallhattunk. Bemutatom először is a panelnek a résztvevőit, akikkel ma beszélgetni fogok. Sütő Ágnes, főtitkárhelyettes asszony a Magyar Bankszövetség részéről. Pap Judit főosztályvezető a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi ismeretterjesztési központját képviseli, illetve Vasné Botár Ágnes, aki a Keleti Károly Közösségi Technikum, egy pénziránytű bázis iskola intézmény vezetője, tankönyvszerző és tréner is egyben. Minden ezt az összes funkcióját itt most hasznosítani fogjuk a beszélgetés során. Ugye engedjék meg, hogy felvezető gondolatként csak két dátumot mondjak, hogy talán megvilágítja ez a két dátum, hogy miért fontos, hogy beszélgessünk a pénzügyi edukációról és a pénzügyi oktatásról, a pénzügyi ismeretekről, főleg a fiatalabb korosztály körében. Ez a két dátum pedig 2008 és 2020. 2008 a gazdasági válságnak a kezdő dátuma, amikor úgy mindenki számára nagyon egyértelművé vált, hogy a pénzügyekkel érdemes tisztában lenni, mert ha nem, akkor abból egyéni tragédiák is következhetnek. 2020 pedig ugye a koronavírus válságnak a megérkezése Magyarországra, illetve a világ egészébe, ami ugyancsak elhozott egy olyan időszakot, amit mondjuk pénzügyi szempontból egy ilyen turbulensebb, változékonyabb időszaknak nevezhetünk. Ez most már ugye egymásra rakódó válságokból adódóan gyakorlatilag 2-3 éve velünk levő stressz helyzetet jelent. Mind a két időszak azt mutatta meg, hogy a pénzügyek milyen fontosak a mindennapi életbe. És ha ezt elfogadjuk, akkor azt is el kell fogadjuk, hogy tudatosan úgy tudunk készülni ezekre a nehéz helyzetekre, hogyha megpróbáljuk már minél fiatalabb korban ezeket a ismereteket átadni. Sokan foglalkoznak ugye a pénzügyi kultúra mérése, vagy pénzügyi ismereteknek a mérésével. Első kérdésem arra vonatkozna, hogy pontosan mit is értünk a pénzügyi kultúra alatt, mi ennek a legjobb definíciója, mert talán nem olyan egyértelmű, hogy mit kell ezzel alatt értenünk, illetve hogy Magyarország hogyan áll ebben a tekintetben.
Az utóbbi időben azért lehetett látni az újságban sok olyan hírt, ami talán pozitívan lehetett értékelni ebben a megközelítésben, hogy a magyar lakosságnak a pénzügyi ismeretei vagy a pénzügyi kultúrája az talán fejlődik, ami nagyon örvendetes. Hol látunk ebben előrelépési lehetőséget, hol vagyunk még lemaradva, de mindenekelőtt mit értünk az alatt, hogy pénzügyi kultúra? Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogyha beszélünk valamiről, pláne hogyha mérni is szeretnénk, akkor nagyon jó, hogyha van erre egy definíció. Miután ez egy eléggé komplex fogalom, legalább három dimenzióját fogjuk tudni majd azonosítani, ezért nem is volt olyan egyszerű ezt a definíciót megalkotni, és úgy, ahogy említetted, 2008 körül volt az, hogy a Magyar Nemzeti Bank elkezdett ezzel a témával foglalkozni, és akkor úgy fogalmaztuk meg a pénzügyi kultúra, vagy esetleg még hívhatjuk pénzügyi tudatosságnak is definícióját, hogy ismeretek és készségek halmaza, olyan ismeretek és készségek, amelyek segítségével, hogyha az egyén körültekintő, tudatos pénzügyi döntést szeretne hozni, akkor tudja, hogy hova nyúljon információért, megtanulja értelmezni ezt az információt, meghozza a pénzügyi döntést, és tisztában van azzal, hogy ennek a pénzügyi döntésnek mik lesznek a jövőbeli hatásai. Nem csak pénzügyi szempontból, hanem adott esetben családi szempontból is. Tehát emiatt ez a pénzügyi kultúra vagy pénzügyi tudatosság, ha elkezdjük lebontani, akkor jelent egyszerre pénzügyi ismeretszintet, jelent egyfajta pénzügyi viselkedésmódot vagy magatartást, és hát nagyon fontosak az attitűdök. És ugye annak függvényében, hogy éppen melyik elemét gondoljuk fejleszteni, vagy melyik az, ami könnyebben fejleszthető, lehet elérni eredményeket, változásokat kimutatni, és erre vonatkozóan vannak is mérések. Ezek a mérések Magyarország szempontjából azért szerencsések, mert hogy már egészen 2010 óta mérjük. Az OECD-nek van egy nemzetközileg elfogadott módszertana, és körülbelül 3-5 évente szokták megmérni ennek mentén. Ez egy nagyon komplex kérdőív. Országonként is össze lehet hasonlítani, illetve az egyes ország vonatkozásában az időbeli változás is kimutatható. És azt látjuk, hogy Magyarországnál kimutatható egy pozitív előrelépés és változás elsősorban a pénzügyi ismeretek esetében. Tehát ha lefordítjuk, pénzügyi tudás, pénzügyi lexikális tudás, mindaz, ami oktatható, mindaz, ami az iskolarendszerbe bevihető, ebben már megmutatkozik az a sok-sok erőfeszítés és az a sok munka, amit az elmúlt 10-15 évben úgy a pénziránytő alapítvány, mint az MNB, meg az egyéb szereplők is beletettek. Ahol a lemaradások jobban megmutatkoznak, az pontosan ez a pénzügyi magatartás, pénzügyi viselkedés. Lehet, hogy én tudom papíron az infláció fogalmát, és nagyon érdekes, hogy ugye az élet a legjobb tanítómester, mert hogy 2018-ban a megkérdezettek, ez ugye 1000 fős reprezentatív mintán történik kutatás, a megkérdezetteknek egy olyan, 78%-a tudta, hogy mi az az infláció 2018-ban. 2020-ban, amikor az utolsó mérést csináltuk, így a nyár végén, ősz elején, hát akkor már 96% tisztában volt vele, úgyhogy ez nyilvánvalóan a valós tapasztalás. De hogy hogyan fogjuk aztán a saját mindennapi életünkben ezeket a pénzügyi ismereteket alkalmazni, nevezetesen, hogy mennyire tipikus, hogy követem a bevételem kiadásaim alakulását, mennyire jellemző rám, hogy rendszeresen megtakarítok, mennyire jellemző, hogy vannak pénzügyi céljaim. Ez már, ugye ez a viselkedéstani dolog, és azt tudjuk a közgazdaságtanból, hogy ez messze nem csak racionális, hanem sok minden egyéb is mellette van. Itt már azért a magyar adatok nem annyira kedvezőek, és nagyon érdekes az is, ami a harmadik dimenzió, az attitűd. Ott meg azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a magyar társadalom, lehet, hogy ennek nagyon sok ilyen történelmi háttere is van, kicsit inkább tücsök, mint hangya. Tehát, hogyha jól megy a szekér, hogyha mondjuk a konjunkturális helyzet jó, ha a rendelkezésre álló reál jövedelem emelkedik, akkor úgy hajlamosak elengedni a kontrollt, és akkor előjön ez a tücsök szemlélet, hogy nem gondolja végig, hogy biztosan telik-e rá, hogy mi lesz annak a következménye. A pénz arra való, hogy elköltsék. Tehát az a válasz, amit 2021-ben megjelent, hogy egyre emelkedett ez a szám, ez ezt mutatja, hogy egy pozitív szakaszban, tehát amikor konjunkturálisan jól alakulnak a dolgok, akkor a magyar társadalom nagy többsége úgy van szocializálva, hogy akkor inkább
nem hogy kiegyenlíteni, tehát nem akkor kezd el tartalékolni, hanem akkor inkább feléli. Tehát nagyon röviden talán ez a három legfontosabb metszet, ahol látszanak az eredmények, az egyértelműen a lexikális tudás, de hát van még tere a fejlődésnek. Említésre került, hogy egy nagyon komplex fogalom, tehát sok mindent érinti. Ismereteket, viselkedést, attitűdöt, amiből már úgy kihallik, legalábbis én nem vagyok oktatási szakértő, de van két gyermekem, és azért, ha nem is a pénzügyi részén, de a sima oktatásban is ugye ez jellemző, hogy itt ez egy kooperáció a gyereknek a nevelése, vagy az információk való ellátása. És amikor azt hallom, hogy attitűd, az kicsit azért olyan, ami persze az iskolában is sok mindent lehet tanulni az attitűdről, de az olyan sokszor belülről, családból jön, tehát teljesen más típusú élményei lehetnek egy gyereknek egy adott családi közel, mint egy másikban. Ugye Hergár Eszter előadásában volt szó itt a pénzhét rendezvényről. Én magam is ugye egyszer részt vettem, nagyon érdekes élmény volt egy általános iskolában ezen a pénzhét rendezvényen egy előadást, egy beszélgetést tartottam ott a gyerekekkel, és annyira lehetett érezni, hogy ki honnan jön. Ugyanabban az osztályban volt mindenki, de nagyon egyértelmű volt, hogy kinek milyen tapasztalatai voltak, mert ilyen pénzügyi jellegű tapasztalatai a családban. A legtipikusabb az időszakban még ugye a devizahitelezésnek az emléke, hogy hol élt meg, hogy kinek milyen élményei voltak ebben a kapcsolatban, és az nagyon erős attitűd irányító eseménynek tűnt. Ha elfogadjuk ezt, hogy ez egy több szereplős játék, hogy akkor van benne a család, az iskola, van az állam, van a szélesebb közösség, vannak ugye, akik egyéb közösségben is azért aktívan élik az életüket, hogy milyennek az optimális egyensúlya, hogy hogyan lehet ezt felosztani, akár a bankszektornak a szereplői is azért éreztetik magukban ezt a késztetést, hogy pénzügyileg edukálják a lakosságot, illetve vannak is ugye ilyen típusú programok, tehát hol van ennek az optimális egyensúlya, vagy különböző szakaszaiban a fejlődésnek különböző helyeken vannak ezek az egyensúlyok? Tehát, hogy mit tudunk erről mondani, hogy ha az iskolának a jól körülhatárolható terén is egy kicsit kijebb nézünk, akkor ott mit látunk? Ha válaszolhatok én erre a kérdésre, akkor magamhoz ragadom a szót, és arról beszélnék, hogy az egyensúly az összefogásban van. Elhangzott itt két jeles dátum a felvezetőben, ami bizony komoly inspiráció volt a pénzügyi kultúra fejlesztésében, a 2008-as válság utáni időszak, illetve a pandémia által megváltozott gazdasági és életkörülmények, és itt azt tapasztalhattuk, hogy ez nem csak Magyarországon változtatta meg az életünket, hanem ez egy globális kihívást jelentett. Így aztán, amikor a 2008-as válság után Brüsszelben összeültünk több mint 30 országnak a kommunikációs szakemberével, képviselőivel, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne a pénzügyi tudatosságról egy picit többet beszélni, egy kicsit szólni a társadalomhoz, és talán ahhoz a legfogékonyabb réteghez, a fiatalokhoz, a gyerekekhez, akik megszokják, hogy az iskolában a tanárok segítségével koncentrált ismereteket, tudást kapjanak. És akkor arra jutottunk, hogy a család nagyon fontos példa. A szülők, a nagyszülők, azok az élethelyzetek, amik ott megtörténnek, azok biztos, hogy mintát adnak a gyerekeknek. A pedagógusok általában közvetítik azt a fajta lexikális tudást, ami megint egy nagyon biztos alapot képez, hogy élethelyzeteket úgy kezeljünk, ahogy ezt megtanultuk. És akkor ott vannak még a pénzügyi szakemberek, akikhez általában fordulunk egy-egy olyan szituációba, amikor mondjuk az első lakásunkat szeretnénk megvenni, vagy éppen a tanulmányokhoz szükségünk van valami plusz forrásra, vagy éppen valami hasznos helyzetben befektetnénk. Milyen helyzetben kérdezzük meg akár a bankárunkat, a pénzügyi tanácsadónkat. És a 2008-as válság után azt tapasztaltuk, hogy egyenként ezek a nagyon fontos szereplők mégsem tudtak hitelesekké válni, mert valahogy kicsit mindenki csődöt mondott abban a korábbi helyzetben, amikor a pénzügyeinket kezeltük, vagy egyszerűen csak nem elég információt éreztünk magunkénak, nem tudtuk, hogy hova forduljunk, hogyha megkérdeznénk. Ekkor jött az ötlet, hogy ne egyenként irányítsuk a kérdezőket és a szereplőket egy-egy említett szereplőhöz, hanem valamilyen összefogással segítsük meg azt, hogy együtt válaszolhassunk a gyerekek fejében felmerülő kérdésekre, élethelyzetekre. És így aztán kialakult számos európai országban, a világ számos pontján, hogy a European Money Week kezdeményezéssel, illetve a Global Money Week kezdeményezéssel azt kértük, hogy egyébként néhány országban már működő példát vezessünk be általánosan, vagyis mehessenek be az iskolákba
ellenőrzött, felügyelt, akreditált módon pénzügyi szakemberek összefogva a pedagógusokkal, behívva akár a szülőket és a családot ez idő alatt, és beszélhessünk legalább egy tanórán keresztül aktuális pénzügyekről, és hagyd tehessék föl a diákok a saját kérdéseiket is. Egyébként ez a kezdeményezés akkor már néhány országban pár éve működött, olyan jeles képviselői voltak, mint Maxima királyné, több országban jelentős kormányzati szakemberek, pénzügyi banki vezetők, és azt vettük észre, hogy a diákok ezt örömmel fogadták. Így aztán elkezdődött ez a kezdeményezés 9 évvel ezelőtt. Magyarország akkor a pénziránytű alapítványnak az együttműködésével egy olyan összefogásban, melyet az akkori EMMI, az oktatásért felelős minisztérium egy pilotként tett lehetővé, elvitte az iskolákba ezt a fajta tudást, egy ellenőrzött tananyaggal, egy olyan ismeretanyaggal, ami mind a tanárok számára, mind az ott jelenlévő önkéntesek számára azt a lehetőséget biztosította, hogy nem brendet képviselve, nem termékekről beszélve, hanem a gyerekeknek alapvető pénzügyi ismereteket tudjanak az iskolapadokba, de mégis életszerű tapasztalatokkal megmutatni. Hát egy év után úgy vettük észre, hogy ez működik. Hogy ez nagyon jó volt, és bizony már akkor elmondhatjuk, hogy nem csak nemzetközi terepen Maxima királyné, hanem itthon ugyancsak miniszterek, számos bankvezető, pénzügyi vezető csatlakozott hozzá, a Magyar Közgazdasági Társaság már rögtön akkor annyi önkéntessel, hogy kimagasló volt a számuk, kereste fel az iskolákat, hiszen itt tudatos a pénzügyi döntéseket tapasztalt szakemberek segítettek meg. Úgyhogy köszönjük, hogy Hegedűs Éva főtitkárasszonytól, Varga miniszter úron keresztül, Nagy Márton akkor éppen, aki most miniszter, akkor a Közgazdasági Társaság egyik tagozatát vezetve hívott maga mellé önkénteseket, tudtuk felkeresni az iskolákat. A pénzhét több mint 9 éve alatt mostanra már 1,4 millió diákhoz jutottunk el évről évre, ez alatt az egy hét alatt, hiszen a pénzhét neve önmagáért beszél, olyan alapvető információkkal, amik mindig az adott évben egy témaköré csoportosulnak. Köszönjük azt is, hogy több ezer tanárnak a közreműködése, több ezer iskola tanóráján keresztül tudta így a pénzhét témáit bemutatni. És hát, amit még ehhez a gondolathoz hozzátennék, hogy úgy tűnik Magyarország ezt jól tudja csinálni, hiszen a Global Money Week során több mint 175 ország kapcsolódik be ebbe a pénzügyi kultúra fejlesztési programba, és az elmúlt évben az OECD jó gyakorlatként emelte ki a magyar példát, kimagaslik ebből a több mint 170 országból az, hogy ez az összefogás, ami Magyarországon megvalósul, kormányzati intézmények, a Magyar Nemzeti Bank, a pénzügyi intézmények, a pénzügyi szervezetek együttműködésében sok helyre tud elvinni olyan ismereteket, ahol van, ahol éppen egy diákot valami játékos módon, egy kvízzel, egy jópofa kis tanító-oktató videóval, vagy éppen a pénziránytű alapítványnak a különféle programjaival tudunk bekapcsolni abba, hogy érdeklődjön egy kicsit a saját pénzügyei iránt, és foglalkozzon ezzel a témával, ami a mindennapunk része. Ha megengeded, akkor kihangosítanék egy szót, ami úgy hangzott, hogy összefogás. Tehát, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztés, ahogy beszéltük, ez egy hosszú távú folyamat, ez egy nagyon komplex folyamat. Ezt úgy érdemes csinálni, hogyha tényleg az erőforrások egy irányba mutatnak, hogyha mérjük, stb. És ezen a ponton talán érdemes megemlíteni, hogy az összefogás formát is öltött, mert hogy 2017-ben egy nemzeti stratégia született, tehát kormányhatározat van arra, hogy Magyarországon a pénzügyi tudatosságot igenis emelni kell, le van bontva ennek a cselekvési terve, egy nagyon fontos része a pénzhét, és a megfogalmazott hét célból a legeslegelső az, hogy a köznevelés keretein belül a valós pénzügyi ismeretterjesztés megteremtése, mert hogy valahol tényleg ez egy olyan dolog, ahol intézményesített formában nagyon sokakhoz el lehet jutni, és a pénzhét ebben egy kimagasló esemény, mert hát hiszen a jellegénél fogva nagyon nagy nyilvánosságot kap, úgyhogy ezt azt gondolom tényleg abszolút egyetértve az Ágival, nagyon sok szereplő szükséges hozzá, állami szereplők, piaci szereplők, civil szereplők, de hogy legyen egy összehangolt program, és hogy legyen egy tudatos építkezés, az kulcs ahhoz,
hogy ezek az erőfeszítések végül is összeálljanak és egy irányba mutassanak. Teljesen egyetértek, köszönöm Judit a kiegészítést, talán példaértékű az is, hogy a pénzhét, mint témahét utána tovább gondolásra került, és a fenntarthatósági témahét, a digitális témahét ugyanúgy bekerült a tanévrendjébe, és már ugyanúgy ezt is választhatják a pedagógusok. Az a szerencsés helyzet állt most itt a beszélgetésben, hogy van egy olyan vendégünk is, aki konkrétan részt is vesz ebben az igazi földszagú munkában, ami a közel van már a diákokhoz. Az előadás, a felvezető előadásban elhangzott az a motto, hogy az óvodáskortól az érettségig. Ugye az arra utal, hogy nagyon korán érdemes elkezdeni. Az előbb említettem, hogy nekem van két gyermekem, egyik olyan 10, másik 13 évesek, már túl vannak az óvodáskoron, de még nem értek el az érettségig. De azt látom, hogy nem egyszerű dolog azért az ő figyelmüket elkapni, vagy fenntartani, főleg nem egyszerű abba az irányba terelni, amit mi szeretnénk, és különösen nem egyszerű őket meggyőzni arról, hogy ne tudnák már azt, amit el szeretné neki mondani a legelején, miért megszólaltam volna. Tehát, hogy esetleg, hogyha arról hallhatnánk, Ágnes, egy pár gondolatot, hogy mik a gyakorlati tapasztalatok ebben a tekintetben, hogy a különböző generációknál hogyan lehet belépni ezekkel az ismeretekkel, hogy valóban ilyen pénzügyek tudatos felnőttként éljenek, hisz nyilván minden szülőnek az a első számú célja azért, hogy a gyerekeik egyel jobban fussanak neki majd annak a felnőtt kornak, aminek mi is neki futottunk valahogy, de remélhetőleg tudunk átadni a tapasztalatokból, úgyhogy nekik ez valamilyen könnyebb legyen. Tehát, hogy mi ez az optimális fejlődési ív, hogyan érdemes kezdeni, mik a tapasztalatok, mert ez nagyon gyakorlatias kérdés, ugye ez nem annyira tankönyvszerű, bármilyen sok tankönyvről beszélünk, hanem ezt meg kell élni, hogy hogyan lehet eljutni a gyermekeknek az agyához, szívéhez, vagy hova is kell eljutni pontosan. Mindkettőhöz mondhattam, és szintén az előzőkhez is csatlakozva, szerintem, és minél korábban. Hát, hogy ez most pont az óvodáskorban is már akár megkezdhető, de hogy alsó tagozatos diákok esetében már mindenképp az egészen biztos, mert tulajdonképpen azt mondtam, amikor már úgy találkoznak a pénzzel, hogy nekik pénzügyi döntést kell hozni. Tehát az alsó tagozatos diáknak is van zseppénze, megy valamilyen táborba, és ott már fölvetődik az a kérdés, hogy neki azzal a pénzügyel gazdálkodnia kell, és be kell tudni osztani adott helyzetben, tehát itt mondjuk még az egyén szempontjából. De ami nagyon fontos a korosztálytól függetlenül is, hogy játékosítva, és az ő aktivitásukra építve, tehát Isten ments, hogy kiálljon, és nagy előadásokat hallgasson meg, csak is úgy érdemes, hogy játékosítva, játszva bevonni egy adott döntési szituációba. Egy felső tagozaton mindenképp bővíteni kell a kört, hogy milyen pénzügyi döntésekkel találkozik, és akkor már esetleg azt is, hogy hogyan is fizessen, tehát milyen eszközök jöhetnek szóba, tehát az is lehet kérdés, de hát már ott egy, hogy költségvetést készít a család, hogy az osztálynak lehet költségvetése, esetleg valami célt el akar érni, akkor takarékoskodni kellene, és végig gondolni a különböző szituációkat, illetve hát azt is, hogy főleg a család, de akár egy osztály szempontjából is, hogy rangsorolni kell, mert biztos, hogy ki kell tudni választani, hogy mi az, ami egy adott keretből megvalósítható, és mi az, ami nem valósítható, meg maximum csak egy későbbi időpontban. És itt már szélesedik a témakör, hogy hányféle területen találkozhat vele. És hát egy középiskolás diák meg már komoly döntési szituációkba keveredhet, mert ő már akár egy új mobiltelefont szeretne, egy nagyobb kiránduláson akar részt venni, vagy egy modernebb kerékpárt, stb., ami már egészen komoly összegek, és arra föl kell készülnie, meg kell tudni beszélni a szülőkkel, az adott kérdéseket, hogy hogyan juthatna hozzá, ő milyen szerepet vállal ebben, tehát hogy nem feltétlenül csak azt várja, hogy ezt a támogatást megkapja a családtól. És akkor itt már viszont kimondottan kérdés, hogy hogyan kezelje a pénzügyeit, mert itt már ebből kifolyólag komolyabb megtakarításai is lehetnek, hogyha mondjuk egy nyári vakációra elkezd tudatosan készülni. És akkor most már nem csak a készpénz, hanem az, hogy fizethet a bankkártyával, de hát természetesen ami vonzó, hogy fizethet a telefonjával. Ma már az iskolai büfékben is azt látjuk, hogy a gyerekek nagy része leginkább a telefonjával fizet például, és akkor, hogy hogyan tudja követni a pénzköltését, és akkor
tovább lép az életszakaszában, amire már szintén föl kell készülni, hogy tovább tanul, hogy azoknak milyen költségei lesznek. Itt már azt is, hogy megtakarítás, befektetés, hitelfeltételek, milyen szituáció, hogyan tudja ezt majd a később életszakaszaiban, mert egy hitelt vissza kell fizetni, és milyen kérdéseket kell akkor mérlegelni. Azt gondolom, hogy egy középiskolás korosztály végére ezeket a kérdéseket mind tematikusan végig kell gondolni, hogy erre átbeszélték valamilyen akár tanórai, akár egy ilyen pénzhetes témakörben. A pénzhetek azért kiválóak egyébként, mert ezek egy ilyen nagyon tömény, célzott figyelemfelhívást jelentenek, remek anyagok készülnek hozzá, és akkor ez már ad egy alapot arra, hogyha valaki egy adott kérdéssel, akár a biztosítással, hitel, megtakarítás részletesebben is szeretne foglalkozni, akkor merre indulhat el. Erre jók egyébként a pénzhéten akkor, amikor vendégeket hívnak, mert akkor látja a szakértőket, hogy milyen tanácsokat kihez fordulhat adott esetben akkor, hogyha segítséget kér, mert úgy gondolja, hogy nem elég felkészült ahhoz, hogy biztos jó döntést hozzon a saját élete szempontjából. Ezeket a fő kérdéseket biztos, hogy egy középiskolás korosztály végére, mikor ő már befejezi a tanulmányait, tovább tanul vagy munkát vállal, ezekkel mind találkozni kell. Azon gondolkodom, hogy amikről most beszélünk az inkazából, az az ismeret lába ennek az egésznek, hogy ugye tanulják meg, hogy mi az, hogy hitel, meg hogy kell kiszámolni a kamatlábat, meg mi az, hogy infláció, meg hogyan esetleg hogyan kell fizetni egy mobiltelefonnal, ami nyilván nagyon fontos, de az az igazi nagy problémát, és lehet, hogy nincs teljesen igaz, amikor az én saját benyomásomat mondom, tehát az igazi probléma nem abból adódik a pénzügyekben, hogyha valaki nem ismer valamit, hanem hogyha nem tudja, hogy nem ismeri. Tehát ez egy attitűd kérdés, amiről már volt az elején is szó, tehát hogy a deviza hitelezéssel nem az a probléma, hogy ez egy nem leírható fogalom, hanem az, hogy akkor van belőle probléma, hogyha sok olyan ember veszi igénybe deviza hitelezésre, nem tudja, hogy pontosan az micsoda, és milyen következményekkel jár, ugye ezek elhangzottak. Tehát hogy vajon az iskolának is van-e szerepe ebben az attitűd formálásban, vagy tud-e szerepet vállalni, vagy ez tényleg inkább család, és ha ez utóbbi, vagy bármelyik ágon is indulunk el, hogy ebben hogyan lehet előrelépést elérni, hogy van-e a családon keresztül, vagy akár az iskolán keresztül, hogy ezt a kicsit így, hogy mondjam, ilyen kicsit a józan észt jobban belevinni a pénzügyekbe, mert hogyha elfogadom azt, hogy nem ismerem az egész pénzügyi univerzumot, és csak addig eljutok, hogy akkor azt a részét nem is próbálom meg a saját pénzemet igénybe venni, amit nem ismerek annyira jól, akkor már lehet, hogy egyel előrébb vagyunk. Tehát, hogy az iskolákban erre is van hangsúly, vagy ez inkább ezt máshonnan kell várnunk, ezt a fajta? Mindenképp kell, hogy legyen, mert a legfontosabb háttér, amivel talán elhangzott, hogy a család. Tehát ténylegesen látszik, hogy ki honnan jött, és bevonták-e ezekbe a kérdésekbe, de azért nagyon sok olyan család van, ezt találkozunk az iskolákban, főleg akkor, ha Budapesten túltekintünk, megnézzük azt, hogy mondjuk a technikumban a tanulók ösztöndíjat kapnak, és akkor nekik maguk kell dönteni, és nem biztos, hogy a családban egyáltalán ez a kérdés fölmerült, hogy ha odaérkezik az ösztöndíj támogatás, akkor azt hogy kezelje, mit kell vele kezdeni. Tehát az iskolának nagy szerepe van, mert számolni kell azzal, hogy azon tanulóknál, ahol a családból nem hozza ezt a fajta attitűd hátteret, akkor fölhívják a figyelmet arra, hogy milyen problémák állhatnak elő neki, mi az, amit végig kell gondolni. És akkor erre kiválóak, akármilyen formában találkozik vele ezek a pénzheti programok, vagy az, aki szervezett, vagy egy koncentráltabb formában tanulja például, mert választottak valami ilyen tantárgyi keretet, amiben ezt kicsit részletesebben foglalkoznak vele, hogy odafigyeljen és meglegyenek ezek a döntési pont szituációk, hogy elkerülje azt, hogy csak az érzési alapján hoz valamilyen döntést, és nem gondolta végig, hogy ennek milyen kockázatai lehetnek. Bocsánat, csak itt egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azt szoktuk mondani, hogy a pénzügyi oktatás, és ezt most az iskola rendszerű, tehát a szervezett, intézményesített formában zajló pénzügyi oktatásra gondolok, az azért nagyon fontos, mert hogy ki tudja egyenlíteni azokat a különbségeket, amik a családi háttérből származnak. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy kinek a dolga,
a pénzügyi nevelés, hívjuk nevelésnek, akkor egyértelműen mondhatjuk, hogy hát a családi és az iskolái, és hát aztán végső soron utána már a felnőtt egyéni, hogy önmagát is képezze. De látjuk és tapasztaljuk, hogy a családi különbségek nagyon-nagyon nagyok, és hogy igen, az iskolának itt lehet egy fontos szerepe ebben a kiegyenlítésben. És aztán, ha szerencsések vagyunk, akkor felnőtt fejjel már olyan felelős állampolgár lesz valaki, hogy tudja, hogy mielőtt mondjuk mosógépet vesz, érdemes megnézni a műszaki paramétereket, érdemes megnézni a fogyasztást, de az árat is. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy fontos körülmény szerintem. Bocsánat, Ági, te akartál valamit mondani? Úgy látszik jó a kérdés, mert mindannyian rögtön reagálnánk, úgyhogy én azzal kapcsolódnék hozzá és egészíteném ki, hogy az iskola szerepe tulajdonképpen megmutatkozik több ponton is. Említettük ugye a két dátumot, és a második dátumnál a pandémia utáni időszak kihívásáról még nem volt igazán szó, ami a digitális váltás. Bekerültünk nagyon erősen egy kibertérbe, ahol bizony pénzügyeket is intézünk a mindennapokban az online vásárlásokkal és nagyon sok más szituációban, és itt tapasztaltuk azt, hogy megkerülhetetlenné vált, hogy a digitális biztonságra is készítsük föl, oktassuk, akár a fiatalokat is, akár bármely korosztályt. És itt tapasztaltuk azt, hogy az iskola rendszer meg tudja adni azt a biztonságot, hogy egy eszköz használatra, hogy a digitális térnek a megismerésére sokfajta feladaton, élethelyzeten keresztül oktatja a diákokat, és így aztán ad egyfajta olyan alapattitűdöt, egy stabilitást, aminek akár része lehet az is, hogy a digitális biztonságra is ráneveljük a fiatalokat, és az is rögtön a gondolkodás részévé váljon. És az, hogy mennyire ki tudja egészíteni egyébként az iskolarendszer az attitűd felépítését, azt hiszem az jól mutatja, hogy 2 évvel ezelőtt az európai pénzügyi kvízt egy magyar kis hölgy, Strasser Zsófia, Keleti Károly középiskola diákja nyerte meg, ahol a kérdések pedig már nem csak elméletiek voltak, hanem például olyan kérdést is feltettek, hogyha a frissen vásárolt mobiltelefonom, ami még finanszírozás alatt van, összetörik, akkor vajon ki kell-e fizetnem a további hiteltörlesztő részleteket? Hibátlanul válaszolta meg ez a kis hölgy az összes kérdést, tehát már nem csak az elméleti tudást, hanem azt az élethelyzetekbe átvetítve is jól tudta a döntéseiben visszamutatni. Ugye elhangzott az a szó, hogy összefogás, és fel is hangosította, hogy összefogás, mert ez fontos, és elhangzott, hogy kinek az összefogása, de nyilván a gyermekeink azért olyan közegben élnek, ahol az összefogáson kívüli tényezők is vannak. Ugye itt most kicsit ezt felfedem, ezt a kicsit bonyolultra sikerült kérdés, hogy a digitális biztonság is elhangzott, tehát a digitális térben mozogva annak sok előnye is van, de az például egy, hát legalábbis kihívás jelent, ha nem is a hátránya, hogy nagyon sok interakció történik, és olyan típusú tanácsokat is lehet kapni, amiket nem irányítunk esetleg, akár azokban a platformokon, amiket a ifjabb generációk használnak, ugye ott sok ilyen tanácsadó, vagy magát tanácsadónak mondó szereplő is megjelenik, hogy hogyan tudjuk megvédeni, vagy nem tudom, ez jó kifejezése a gyermekeinket, vagy az ifjabbakat, attól a közegtől, amire nincs ráhatásunk, tehát hogy nyilván van egy olyan lehetőség rá, csak így apaként mondván, hogy akkor felkészítjük őket arra, hogy hogyan reagáljanak azokra a benyomásokra, amiket ezekben az online térben szereznek, vagy kapnak, esetleg mi az, amit elkerüljenek, vagy hova ne menjenek. De nyilván ez olyan szerteágazó, csak hogyha abba gondolok bele, hogyha már itt a gyermekeimet ilyen sokszor előhozom, hogy ők milyen platformokat használnak, amiket én azt gondoltam, hogy én magam is tudom ezeket a platformokat, de ezeket már magam sem mindig ismerem, és akkor mindig meg kell keresem, hogy ez pontosan micsoda, és elbeszélgetek velük, hogy ez jó ötlet volt-e, vagy nem. De biztos, hogy azért van egy része az életüknek, már viszonylag fiatalon is, ami nincs benne ebbe az összefogásba, vagy ebbe a mi általunk kontrollált körbe, hogy ehhez hogyan álljanak, hol tudnak kapni fogódzókat. Most rám néztél, és akkor ez egy olyan kérdés, amit szerintem mindannyian valamilyen oldalról meg fogunk válaszolni, és akkor hadd kezdjem ott, hogy hát igen, te ezt most a gyerekekre hegyezted ki, de szerintem ez ugyanígy igaz a felnőttekre is, hogy hova forduljon, hogyha valamilyen megbízható és hiteles információra van szüksége. Azt tudom mondani, és nem csak azért, mert hogy ezt az intézményt képviselem, hogy
A Magyar Nemzeti Bank, mint egy hiteles és független intézmény, törvényben foglalt mandátumánál fogva a pénzügyi fogyasztóvédelem letéteményesett. Tehát annak az intézménynek a honlapján az információk hitelesek, ami egy következő lépés, ha személyes kapcsolatra vágyik valaki, mert hogy nem csak olvasgatni szeretne a honlapon, tanácsadásról volt szó, pénzügyi tanácsadásról. A Magyar Nemzeti Bank működtet a budapesti ügyfélszolgálat mellett egy vidéki pénzügyi navigátor tanácsadó irodahálózatot, minden vármegyeszékhelyen ingyenesen felkészült szakemberektől hiteles, független pénzügyi tanácsot tudnak kapni. De hogyha tovább megyünk, akkor hiteles forrásnak tekintem azokat a tananyagokat, amik itt elhangzottak a felvezető előadásba, beleértve a pénzhét tananyagokat is, tehát ezek mind-mind olyan források. Emögött megint csak van egy csomó digitális tartalom, tehát ami nem csak nyomtatott formában, hanem digitálisan. És nem utolsó sorban, és hadd említsem meg, mert ez lehet, hogy egy nagyon jó érdeklődés felkeltő horog. Hát a Magyar Nemzeti Banknak másfél éve nyílt meg a pénzmúzeuma. Tehát pont egy olyan intézmény, ahova a felnőtt és a gyerek együtt elmehet, egy családi program. Lehet, hogy addig volt némi tartózkodás vagy idegenkedés, akár a szülők részéről is a pénzügyekkel kapcsolatban, de ez egy olyan élménytér, ahogy annó beszéltük, amikor készült, hogy hát ez legyen egy pénzügyi csodák palotája, tehát egy interaktivitással teli és tényleg közérthető, megfogható, megszagolható, kipróbálható, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy az a 150 ezer látogató, aki az elmúlt másfél év alatt ott volt, hihetetlen jó tapasztalatokkal és nagyon-nagyon nagy kedvel és érdeklődéssel fordul azután a pénzügyek irányába. És utolsó gondolat, aztán hagynám a kollégákat is hozzászólni, hogy ott van még egy nagyon fontos elválasztó pont a tapasztalataink alapján, hogy mi akarunk-e feltétlenül információt nyomni. Azt szoktuk mondani ilyen csúnya szóval, hogy megedukálni, tehát kínálati oldalról nyomjuk-e azt, amit fontosnak tartunk, vagy ráérzünk arra, hogy mire van igény, mire van kereslet. Mi az, ami most éppen, amit az Ági említett, ez a digitális biztonság, ez hihetetlenül aktuális. Tehát benne van a mindennapi életben. És hogyha erre nézve vannak olyan jó tanácsok, tippek, hüvelykúj szabályok, ami nem hosszú olvasás, hanem tényleg ez a vidd magaddal, ezt, hogyha ezt csinálod, ja, azt ne csináld, akkor az nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Tehát ez a hogyan keltsük fel az érdeklődést, hogyan mentsük meg őket kicsit önmaguktól, ez ugye nagyon-nagyon izgalmas, de legalább tudjuk azt, hogy mi a hiteles információforrás, és ami ezen kívül van, ott legyünk egy kicsit óvatosabbak. Elnézést, hogy ilyen hosszan, úgyhogy itt be is fejezném. Én megvinném is tovább a stafétát, mert hogy nagyon egyetértek abban, hogy a családnak foglalkoznia kell a pénzügyekkel, mert hogy az életszerűség teszi igazán érdekessé a fiataloknak is a témát, hogyha például egy hitelfelvételnél bevonjuk a kisebb-nagyobb korú gyermeket, elmeséljük neki, hogy mi zajlik. A pénzhét indulásakor is azt kezdtük felismerni, hogy az egyik legalapvetőbb téma az a családi költségvetés volt, és amikor középiskolásoknak leraktunk egy-egy minta bérjegyzéket, és megkérdeztük, hogy láttak-e már ilyet, akkor a gyerekek nagy része azt mondta, hogy most először a pénzhét tananyagai közt, és az, hogy ők megértsék és meglássák azt, hogy ami a család mindennapi életében a pénzügyek terén zajlik, az nem intimitás, hanem nekik a családon belül jó, ha bevonódhatnak, és a szülők, a nagyszülők elkezdenek erről kicsit többet beszélni, még akkor is, hogyha lehet, hogy éppen ez egy problémás helyzet, és a megoldást még maga a szülő sem tudja, éppen egy hitelfelvétel előtt áll, vagy a pozitív oldalon nézzük meg, hogy egy nyaralásra mondjuk elkezdődött például egy megtakarítás, és lehet, hogy nem úgy szaporodik még az a számla, hogy szerettük volna, de jó, hogyha a gyereknek nem a saját példáink keresztül kell majd megtanulnia ezeket az élethelyzeteket, hanem már a családi életen keresztül is láthatja. És ez egyébként oda-vissza igaz, hiszen ahogy éppen beszélgetünk róla, megpróbáljuk most bevonni a fiatalokat, hogy a digitális biztonság terén például ők legyenek a nagykövetei ezeknek az alapinformációknak, amiket lehet, hogyha hogyan jó egy jelszót meghatározni,
tényleg kell-e, hogy több karakter legyen? Túl tudunk-e lépni abból a rossz szokásunkból, hogy mindenhol ugyanazt az egy jelszót adjuk meg, és hogyan lehet egy apró ötlettel segíteni, hogy már ne jelszavunk, hanem jelmondatunk legyen, és azt mégis meg tudjuk jegyezni. Tehát, hogy ilyen apró ötleteket, ha hazavisznek, és otthon is ők is beszélnek erről a családdal, akkor lehet, hogy ott meg ők végeznek el egyfajta edukációt. És akkor egy példát említenék még csak gyorsan, ami nekem nagyon megtetszett, hiszen a digitális tér arra is jó, hogy nagyon sok információt gyűjtsünk be, és az influencerek manapság ugye ezt tulajdonképpen ontják felénk nagyon sokféle kért, vagy akár kéretlen információt kaphatunk a pénzügyekről is. Így nekem nagyon szimpatikus az a példa, hogy néhány országban ezt elkezdték már kicsit mederbe terelni, és a pénzügyi influencereket, a finfluencereket, a financial influencereket akár minősítetni, hitelesítetni is lehet egyes országokban, hogy azok az információk, amiket ők továbbadnak, azok vajon például szakmai normáknak, valóságnak és egyéb tényezőknek megfelelnek-e. Néhány országban már például bevezettek egy ilyen minősítési rendszert. Az jutott még eszembe itt a beszélgetés során, hogy ugye csak azt beszéltük az iskoláknak a szerepéről, most már érintettük a családok szerepét, eljutottunk odáig, hogy azért a kiegyensúlyozott felnőtt lakosság nélkül nem nagyon lesz kiegyensúlyozott ifjúság sem a pénzügyi tekintetében, nyilván ezek azért valamennyire öröklődnek, és vagy azt a, ha van ilyen ördögi kör, azt kell megtörni, ahol ami ez a kicsit így felelőtlenebb hozzáállás a pénzügyekhez egy öröklődjön, és akkor ezt valahogy próbálják megtörni. Azt gondolom, hogy erre nagyon jó lehetőséget nyújtanak ezek a programok, mind a pénzhét, mind az általában az összes ilyen jelenlét az iskolákban, és ez valóban nagy különbség a korábbi évtizedekhez képest, amikor ez ugye egyáltalán nem volt téma az iskolákban, senki nem foglalkozott ilyen kérdésekkel, nyilván a pénzügyek sem voltak ennyire fejlettek, mint amennyire most. Pontosan ezzel kapcsolatban jutott egy dolog eszembe, hogy mennyire nehéz lépést tartani. Hogy az egyik vendégünk éppen tananyagfejlesztéssel is foglalkozik, hogy én azt veszem észre, hogy pénzügyekkel foglalkozom, és azt lehet látni, hogy nagyon gyorsan fejlődnek a pénzügyek, ugye a technológiai fejlődés irtózatos sebességben van, tehát nem a tananyagoknak nehéz utolérni, hanem egyszerűen a mindennapi felhasználónak nehéz utolérni, hogy pontosan miben van. Tehát, hogy van ennek valami technikája, vagy a nemzetközi együttműködésnek vannak-e ilyen leágazásai, hogy ami azt biztosítja, hogy az, amit átadunk a diákoknak, vagy az iskolában a tanulóknak, az valóban a legnaprakészebb tudás, mert hogyha egy két évvel korábbi technológiát magyarázunk el neki, az lehet, hogy nem annyira érdekes. Tehát, hogyan tudjuk elérni azt, hogy mindig arról beszéljünk, ami éppen őket valójában gyakorlati értelemben is foglalkoztatja, amivel találkoznak. Nyilván vannak az alappénzügyi fogalmak, és azon túl lépve, tehát ezek főleg a technológiai fejlődésből adódóan, hogy hogyan lehet ezt befogni. Magamra veszem a kérdést több szempontból is, de azért egy picit visszalépnék még az előzőekben elhangzottakhoz, hogy ehhez szerintem megvan a segítség. Persze, hogyha mondjuk az iskola meg a pedagógusok magukra maradnának ebben, akkor az nehezebb lenne, de most ez a keret, amiről beszéltünk, hogy lásd itt a pénziránytű alapítvány, hogy minden szinten megvan a megfelelő csomag, csak választani kell belőle az iskolának, hogy milyen programot választ, és akkor meg lesz hozzá a tananyag frissítése is. Mondjuk választhatja egy iskola azt, akár általános iskola, középiskola vagy technikum, hogy ő bevezet egy tantárgyat. Ha ezt szeretné, hogy egy egész éven keresztül foglalkoznak vele elmélyültebben, persze ez lenne a legjobb, ugye megoldás. Ehhez is van tankönyv, munkafüzet, digitális anyag, e-learning anyag. Választhatja azt is, hogy valaki a saját szaktárgyába építi be. Ehhez is kaphat segítséget. Környezetismeret, matematika, állampolgári ismeretek, ugyanúgy az általános és középiskolás szintre megvannak ezek a csomagok. Vagy egy célzottan csak egy-egy programba kapcsolódik be, mondjuk a valamelyik témai héten csak a pénzhétben vesz részt, vagy ha még félnek tőle a kollégák, akkor elhozza őket a bázisiskolába, és ott részt vehet egy programon. Mondjuk a pénzmúzeumra utalva, mi tartunk olyan foglalkozást is, hogy maga a képzés és a pénzmúzeumban van, és utána összekapcsolhatja az iskola azzal, hogy meglátogatja a múzeumot. És még mindez kiegészül azzal, hogy nagyon sok verseny indul, szintén külön van az általános iskolások és a középiskolások számára is, és ezekbe is mind bekapcsolódhat, és akkor lemérheti azt a tudást, hogy sikerült
elsajátítani, és főleg, hogyha ez nyeremények társulnak ehhez kíváncsi, nagyon jó, ha megvannak a megfelelő szponzorok, akkor érdeklődni fog, ez vonzóvá teszi. De visszatérve a kérdésre, biztonságot csak az, hogy ezek az anyagok folyamatosan frissülnek, még a papír alapú, de a digitálisak plán, és naprakészek, és akkor amikor például olyan vendégek jönnek a szakértőktől, és a naprakész információt hallhatják egy pénzhét keretében, és azért az iskola úgy gondolom, hogy most azon a szinten van, nem marad le. Nincs nagy távolság ebben a kérdéskörben, tehát a sokat említett digitális biztonság is napi téma egyébként, hogy meg hogyan tud védekezni, és reméljük, hogy azokat, amiket az iskolába kapnak, ezeket hazaviszik. És utána el fogja mondani, hogy ha hallott új információt, hogy akkor érdemes tájékozódni az MNB-nek az oldalán, érdemes a pénzügyminisztérium részére, az Értem a pénzem oldalon is, hogy van egy olyan hasznos csomagok, hogy ne az influencer legyen, akinek megvan a kérdőjele, hogy mennyire biztos információt adott, hanem szakértői véleményekre támaszkodjon, és ott megkaptálhatja azt az információt is, hogy ha neki még részletesebb tanács kell, akkor konkrétan hova menjen, hogyha egy elmélyültebb szakértői tanács kellene például egy hitelfelvételhez. Az Ági említette, hogy ezeket a tananyagokat azért rendszeresen aktualizáljuk, a pénziránytő alapítvány és a Magyar Nemzeti Bank szakértői is, tehát itt azért van egy ilyen lehetőség. Ami viszont egy nagyon fontos kérdés, és te említetted, Pali, hogy olyan hihetetlen gyors a fejlődés a pénzügyi szolgáltatások piacán, a digitalizáción keresztül, hogy nincs az a tananyagfejlesztő és nincs az a szakértő, aki ezt leköveti. Két dolog tud működni az én tapasztalatom szerint. Az egyik az a szabályozás. Említetted a devizahitelezést. Emlékszem, hogy milyen sok tájékoztató anyagot készítettünk, és számoltuk ki, hogy ha az árfolyam ennyivel változik, és a kamatláb annyival, akkor ez fog történni, és ennek ellenére a rövid távú hatás miatt mégis milyen sokan felvették, egyszerűen azért, mert a szabályozás lehetővé tette. Tehát, hogyha valami olyan jelenség bukkan föl a magyar pénzügyi piacon, aminek lehetnek kockázatai, akkor lehet, hogy rövid távon, amíg nem zárkózik fel a tudás és az ismeret szintje, elképzelhető, nem tartom ördögtől valónak, hogy valamilyen szabályozói lépéssel megvédjük generálisan az embereket. Ez az egyik. A másik, amit szoktunk mondani ilyen hüvelykúj szabályszerűen, amit nem értesz, ne vedd meg pénzügyi szolgáltatás piacon. Nagyon ismerem, látom a számokat, például a bitcoin. Megmondom őszintén, én azért ezt nem értem teljesen, hogy mi van mögötte, hogy működik, hogy mikor változik. Eszembe nem jutna ilyet venni. A kriptovaluták, a bitcoin, vagy akár az online kereskedés. Ugye ez különösen a mai időszakban lehet, hogy azért fontos, mert amennyiben nehezedik néhány társadalmi csoportnak a megélhetése, nagyobb valószínűséggel vevők arra, hogy a könnyű meggazdagodás ígérete. Heti 3 óra munkával 1000 eurót tudsz keresni. De nem értik mögötte az emberek, hogy ez az online kereskedés, online forex, ez mit is jelent, és óva intenénk mindenkit attól, hogy egy olyanba vágjon bele, különösen nagy összeggel, stb., amit nem lát át tisztán, hogy mi is történik igazából. Tehát ez a hüvelykúj szabály szerintem lehet egy jó eligazítás, nincs ingyen ebéd. Tehát ne gondolja senki azt, hogy megveri a piacot, ne gondolja senki azt, hogyha ő most egy olyan ajánlatot kapott, ami a világ legjobbika, akkor ez csak neki szól, és tehát a csábító ajánlatokkal mindig legyünk óvatosak. Ezt tudom mondani, mint egy ilyen általános tanácsot. És akkor elkapcsolódnék még én is egy kicsit a piaci oldalról, hiszen a piaci szereplők, a kereskedelmi bankok ugyanúgy nagyon sok mindent tesznek meg azért, hogy tájékoztassák, informálják, mondhatjuk úgy, edukálják az ügyfelet, hiszen valóban egyszerűen rohan velünk ez a piac, számos számtalan új és újabb termék van, és amit itt közösen tudunk tenni, és például a pénzhétben is teszünk, az a figyelemfelkeltés. Azt, hogy felhívjuk a figyelmet a kockázatokra, hiszen minden pénzügyi döntésünknek jellemzően lesz következménye, lehet az pozitív, egy jó nyerességgel, egy hozammal, amihez akár egy magas kockázati szint is társul, amit lehet, hogy egyébként átlagemberként nem gondolunk végig, és egyszerűen az a fontos, hogy informáltak legyünk, és szükségét érezzük annak, hogy mielőtt egy döntést meghozunk, azelőtt keressük meg azokat a forrásokat, amelyeket hitelesnek találunk, erősítsük meg a döntésünket, és mérjük fel a kockázatunkat,
lehet, hogy éppen egy nagyobb kockázatot is bevállal valaki egy nagyobb hozam reményében, de akkor ezzel legyen tisztában, és úgy hozza meg a döntését. Úgyhogy ez a feladat, amit azt hiszem közösen mindenképp jól végzünk, és hát a szabályozás mindig megadja a medret, a kereteket, a pénzügyi szereplők kitöltik azt, és ennek megfelelően fog a fogyasztó választásokat, döntéseket hozni. Reméljük olyanokat, amelyeket előtte megfontolt, és úgy hozott meg. Nagyon érdekes, hogy a beszélgetés elején hangzott el, hogy a pénzügyi kultúrának van egy olyan másik kifejezés, és egy pénzügyi tudatosság, és ha végighallgatjuk ezeket a véleményeket, amit teljesen egyetértek mindegyikkel, végsősorban azt fogjuk elérni, hogy tudatosak legyünk a pénzügyünkben. Az elég, tehát hogy észszerűen viselkedjünk, hogy az élet általában ez igényli, hogy tegyük ezt meg, de valamiért ugye a pénzügyekben tényleg megfigyelhető az, hogy az emberek alól jobban kiszalad alól, vagy úgy nehezebb ezt kontrollat tartani, illetve nyilván ennek van egy olyan aspektusa is, hogy nem feltétlenül gondolják azt, hogy ebben a tekintetben is minden következménye számolik el, de mi nyilván azt szeretnénk elérni, hogy gondolják végig a döntéseiket, már gyerekkorban szokják meg, és akkor egyfajta ilyen rutin ne váljon a későbbiekben, amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy erről valóban döntést kell hozniuk. Még egy kicsit hagyj kérdezzek vissza erre, hogyan tartsunk lépést a fejlődéssel, hogy ennek vannak ilyen nemzetközi fórumai, ahol összejönnek hasonló dolgokkal foglalkozó emberek, és megbeszélik azt, hogy ki mit tesz, vagy akár milyen eszköz használ, és hogyha már az eszközök szóba kerültek, engem lenyűgözött az, ami a prezentációban megjelent, hogy milyen sokféle eszköz van, tehát a társasjátéktól a kvízen át, az appon keresztül, a tananyagig, a 700 000 tankönyvig, tehát ez, én azt mondanám, hogy a teljes szortiment, de hogy mik a nemzetközi tapasztalatok, vagy, illetve hogy hol találkoznak ezek a magyar tapasztalatokkal? Ha megengeditek, akkor kezdeném, és akkor mindjárt három ilyen nemzetközi platformot neveznék meg. Az egyiket már itt emlegettük többször, az OECD nagyon aktív ebben a témában. Talán mondhatjuk azt, hogy élenjáró volt ebben a pénzügyi kultúra témakörben, és olyannyira, hogy az OECD létrehozott egy hálózatot, International Network on Financial Education, tehát pont, amit te kérdezel, ez egy olyan hálózat, szakértői és egyébként vezetői, tehát policy maker szinten is, ahol jelenleg több mint 100 ország képviselteti magát, tehát bőven több, mint az OECD országok. Magyarország esetében a Magyar Nemzeti Bank mellett a pénzügyminisztérium is tagja, és pont ez volt a cél, hogy egy ilyen tudásmegosztó, illetve módszertani javaslatokat megfogalmazó grénium legyen, és mi nagyon sokat tanulunk egymástól. Tehát ahogy az Ági is említette, vannak olyan magyar példák, például a pénzhét, ami abszolút egy ilyen nemzetközi jó gyakorlatnak minősül, de mi is nagyon sok mindent hozunk haza, ami szerintünk számunkra is érdekes lehet, és az érdekes, hogy ez a testület megfogalmaz mindig olyan kérdéseket, hogy az elkövetkezendő 3 éves horizonton mik lehetnek az igazán releváns témák. Az, hogy a digitalizáció benne van, az egyértelmű, az, hogy a nyugdíjpénztári ellátás, tehát az, hogy hogyan fenntarthatóak a nyugdíjrendszerek, vagy sem, szinte állandó téma, de van, amikor a fogyasztási hitelezés, van, amikor az iskolarendszeri oktatás, tehát, hogy ez egy abszolút műhely, és hát ne felejtsük el, hogy az LKB is azért egy ernyőszervezet, ami ugye a tagbankoknak, jegybankoknak a szervezete, illetve az európai felügyelési hatóságok, akiknek szintén valahol a pénzügyi fogyasztóvédelmi mandátumhoz oda van rendelve ez a pénzügyi ismeretterjesztés, és ott is állandóan vannak ilyen egyeztetések. Egy legutolsó ilyen eredmény például egy inflációs tájékoztatóanyagnak az elkészülte volt, ami elérhető magyarul is, és pontosan azokat a szempontokat adta meg, hogy magas inflációjú környezetben mire érdemes figyelni a megtakarítások esetében, a hitelfelvételnél, de akár csak a kiadásoknál. Úgyhogy az, hogy ez a nemzetközi együttműködés és egymástól való tanulás meglegyen, ez szerintem ebben a témában elengedhetetlen. Ugyanígy erősíthetem ezt meg a piaci oldalon is. Ahogy említettem, a Magyar Pénzhétnek az inspirációját például Brüsszelből hoztam haza, amikor a 2008-as válság után az európai országok ültek össze ebben a témakörben, és több mint 35 ország évről évre kapcsolódik össze a European Money Week szervezésében. Egy munkacsoport dolgozik ebben a témakörben is, ami azt jelenti, hogy folyamatosan az országoknak a tapasztalatát, a gyakorlatát, az ott megvalósuló
programokat bemutatjuk egymásnak, elemezzük, abból ötleteket, inspirációkat gyűjtünk, és tényleg mondhatom, hogy büszkén húzhatjuk ki magunkat a magyar részvételi számokkal. Európa egyik legnépszerűbb programja zajlik Magyarországon. Összességében a diákok elérése és a pedagógusok részvétele, azt mondom, hogy nagyobb arányt tesz ki, mint mondjuk Európa 4-5 vezető országa összesen összeadva. Tehát nagyon szép munka folyik itt, és az összefogás az ereje, a példája ennek a magyar jó gyakorlatnak, ezt többször erősíthettük meg. Ugyanakkor az inspirációk is nagyon fontosak, hogy tényleg egy-egy országban jól megvalósuló témát, akár a digitális biztonságban, például mondjuk egy kvízjátékot, ami nagy elérést, nagy bevonást eredményez, akár ahogy ott egy influencert, egy zenekart, egy olyan szereplőt, aki mondjuk jól tudja megszólítani az adott közösséget. Mi is példaként veszünk, és megnézzük, hogy az adott országnak a körülményei közé igazítható-e. Mindenki fontos, hogy ilyenekből töltekezzünk. Talán egy apró történetet hozzátennék. Erasmus programban tanulóink gyakran mennek szakmai gyakorlatra, és ott a partneriskolákkal is ismerkednek, nem csak a cégeknél, ahol dolgoznak, és akkor hazahoztak egy olyan ötletet, hogy volt egy nagyobb iskola, és ott, mint a fesztiválkártya, azt használták az iskolán belül, nekik nagyon megtetszett az ötlet, hogy nem a ilyenfajta fizetési módokat alkalmaznak, és elmondták, hogy ott a szülők így akkor arra teszik a pénzt, és ellenőrzik is, hogy a gyerek már akár az óvodáskorú is, vagy az általános iskola hogyan használta föl az ő pénzügyi keretét, és akkor mindjárt hazamentek, és volt erről téma, lehetett értékelni, hogy vajon azt a heti havi zseppénzt, amit megkapott az iskola kártyára, azt hogyan sikerült mondjuk elkölteni. Hát mondjuk ebben az iskolában jól működött, mert óvoda, általános iskola, középiskola is működött, tehát valóban szélesebb együttműködés volt, tehát egy kisebb iskolában nem feltétlenül, de nagyon tetszett, és ezt támogatták volna, hogy mondjuk nálunk is legyen hasonló fajta ötlet, hogy jobban tudjanak gazdálkodni. Köszönöm szépen. Elhangzott, hogy egy legfontosabb cél az, hogy fenntartsuk az érdeklődését a fiataloknak, és hogy semmiképp se vesszük el az ő figyelmüket. Ennek pedig fontos része mindig, főleg az online térben az, hogy az ember tartsa be az időlimiteket. Azt gondolom, hogy a beszélgetésünk nagyon sok mindent érintett, és nagyon tanulságos is volt. Én nagyon sokat tanultam belőle, ideértve a nyitó előadást is. Azt gondolom, hogy jó úton haladunk, és én örülök ennek, mint pénzügyekkel foglalkozó közgazdász, meg örülök ennek, mint apa is, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy a következő generációk azok felkészültek legyenek, mert egy nagyon turbulensnek ígérkező időszakban élünk, ők még turbulensebben fognak szerintem élni, és ilyenkor a józanság és a tudás, hogy akár a saját határainknak az ismerete sokat tud segíteni abban, hogy jól tudjunk mégis eligazodni itt a következő időszakban. Köszönöm szépen a részvételt Pap Juditnak, Sütő Ágnesnek és Botár Ágnesnek is, a minket követőknek pedig a figyelmet köszönjük szépen, és a vándorgyűléshez pedig mindenkinek sok szerencsét, illetve jó előadásokat kívánok. Köszönjük szépen.